A internet itt Goldi. Október 10-én elkezdődött a Demon Slayer második évoda, amivel nagyon sok kérdés merült fel bennetek. Most akkor mikor kapunk új történetet? Érdemes egyáltalán nézni a második évadot? Hogyne? De aki nem tudná, elmondom, hogy hogyan alakul a második évadja a Demon Slayernek. Az első epizód, amit én nulladiknak nevezek, az egy filler epizód. Amikor elkezdődik egy évad, akkor kapunk egy na mi újság, hogy vannak karakterek, meg mi történt eddig dolgok. A második résztől a hetedik részig dolgozzák fel a Infinity Train arkot, avagy a mozifilmet. Azért is érdemes megnézni, mert kapunk új jeleneteket, ami a filmben ugye nem kaptunk. Ez azért van így, mert a mozifilmben csak a fő dolgokra koncentrálnak, és nincs idejük még belerakni plusz infókat. Az opening és az ending nevét itt láthassátok, és azt is, hogy kitől lesz. Aztán a The Internment District Arc, én remélem jól ejtettem ki, a 8. résztől kezdődik, és ez lesz az új történet, amit kapunk a második évadba, és ezt láttuk az előzetesekbe. Ez december 5-től indul, és ez az arc a évad végig fog tartani, szóval ne csüggedjetek, lesz mit nézni a második évadban is. Remélem érthető voltam, de ha van kérdése, nyugodtan tedd fel hozzászólásba, és majd megválaszolom, ha tudok persze segíteni ezen. Ja, és ne felejts el feliratkozni, meg egy lájkot nyomni. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok! Entertainment District. District. Hagyjuk.